A Szent István Székesegyházban a katonahősökre emlékezve Spány Antal megyéspüspök a II. Világháború során a Donkanyarban elesett hősökért és minden elesett katonáért imádkozott. Azokért, akik nem akartak hősök lenni, mégis hősi módon védték a magyarságot és hivatásukat becsülettel, tisztességgel teljesítették. Amikor elmegyünk és meglátogatjuk szeretteink sírját, sokszor nem tehetjük meg ezt azon katonáknak a sírjaival, akik hősi halált adtak. Jelképes és sírokat szoktunk fölkeresni. Megemlékezünk a hősi halott katonák szobáival, mert messze katona temetőkben vannak, talán idegen földre nyugosznak, talán nyeltelen sírban vannak, talán nem is tudjuk, hol és miként érte őket a katona halál. A főpásztor szentbeszédében kiemelte, emlékezünk a Donkanyarból hazahozott minden hősi halottra, elhunyt katonára, mindenkire, aki a hazáért és a nemzetért adta életét. Fontos, hogy megemlékezzünk róluk, hogy emlékünk ne hagyjon semmibe. Hogyha nem is tudjuk mindenkinek a nevét fölidézni, de legalább a szándékunkban, imádságunkban kísérjük őket a mennyei Atya elé, és kérjük, akiknek az élete olyan hirtelen szakadt félbe, azoknak teljesen ez az élet Isten országában. A hősök példáján, hangsúlyozta Spány Antal, egy dolgot meg kell tanulnunk és tovább örökítenünk, a katonák küzdelmének legfontosabb célja nem lehet más, mint a nemzet szolgálata és a család szeretete.